Sehol nem egyszerű parkolni a városban, de ez nem mentség sem feloldozás arra, hogy zöld felületeken parkoljunk, sőt, járdán sem. A Munkácsy Mihály utcában erre a problémára igyekezett választ találni Szabó Zsolt, a körzet képviselője. Nem olyan régen itt a Munkácsy utcában keresett meg a közös képviselő asszony, és azt kérte, hogy az illegális parkolás ellen lépjünk fel, ami zavarja a lakókat, és éhetetlenné teszi a környéket. Azt az elvet vallom, hogy amikor fellépünk az illegális parkolás ellen, akkor próbáljunk meg legális parkolókat is teremteni, hogy megmaradjon az egyensúly és az együttélés. Ezért ma itt a rakodásra elzárt terület táblán változtatást egyeztettem a Városi Üzemeltetési Osztály kollégáival, ezzel segítve az itt élők legális parkolását, valamint oszlopok kerülnek majd kihelyezésre azért, hogy ne tudjanak szabálytalanul a járdán a házak mellett parkolni az autósok, akik akár egy egész éjszakára is képesek voltak a járdán parkolni, ezzel zavarva az itt élőket. A parkolás évek óta probléma, egyre több autó nem tudja felvenni a versenyt az egyébként bővülő parkolók számával. Szabó Zsolt szerint a körzetben is sok parkolót létesítettek már. Az elmúlt években közel 100 darab új parkolóhelyet alakítottunk ki, és ezt a munkát folytatni szeretném a következő 5 évben is. Egyben járda és útfelújítási tervben is gondolkodom, ahol a lakókkal közösen választanánk ki azokat a területeket, ahol megújulhatnak az utak, megújulhatnak a járdák. Ennek az első fecskéje volt a Bocskai utcában, ahol egy teljes járdaszakaszt aszfaltoztunk újra a baleset veszély elkerülése érdekében. Folytatni fogjuk ezt a munkát mind a parkolók, mind az utak, mind a járdák tekintetében. Érdekes és talán elgondolkodtató, hogy ott tartunk, hogy betonba öntött cöllöpökre van szükség, hogy ne a járdára álljanak fel egyesek parkolni. De hát ha ez kell, akkor ez lesz.